negyedik alkalommal rendeztek a Szekszártól 15 kilométerre található Sötétvölgyben országos íjászversenyt a belügyminisztérium és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek munkatársainak. Ezt az alapozta meg, hogy találtunk egy remek helyszínt, egy kiváló helyszínt, amely itt Szekszárd mellett a Sötétvölgyi erdőben, a Gyermek és Ifjúságvédelmi Központban önkormányzati területen helyezkedik. Tehát ez volt az első lépés. A második az, hogy találtunk egy olyan partnert az Aliszka Nyílai Egyesület személyében, aki mind technikában, mind pedig az előkészítésben nagyon nagy segítséget tudott nyújtani számunkra, és ez az együttműködés azóta is folyamatos. A Sötétvölgyi helyszín eredetileg katasztrófa védelmi és tűzoltóversenynek adott otthont, ám a verseny az évek alatt jócskán kibővült, már ami a nevezők munkahelyét illeti. Országos katasztrófavédelmi versenyről beszélünk, mégis ez a rendvédelmi szervek családjában kiterjedt, tehát itt van az országgyűlési őrség, itt a rendőrség, itt a büntetés végrehajtási intézetnek a munkatársa, családok jönnek, barátságok köttetnek és köttetnek, és ez számomra nagyon-nagyon fontos. Talán még az üzenete ennek a versenynek, mint minden fegyveres versenyszámnak, hogy azok a résztvevők, akik eljönnek és megmérettetnek ezen a versenyen, azok mind a magánéletükben, mind pedig a munkájukban, a szakmájukban, a hivatásukban olyan fegyelmezettek, olyan felkészültek, amely feltétele ennek a fegyveres versenyszámnak. A szervezők igyekeztek olyan pályát kialakítani, amit a profik és az íjászatban kevésbé járatosak is kényelmesen tudnak használni. Ezen a versenyen három egyenértékű lövés van, aminek az összpontszáma egy-egy cél után az határozza meg a találatokat. A versenyzők 8 kategóriában haladtak végig a 24 cél tartalmazó pályán, ahol életű, háromdimenziós célpontokra lőhették ki nyilaikat. Próbáltuk mindenféle technikai dolgot bevetni, hogy élvezetes és jó pálya legyen. Azért ezen a versenyen elég sok tapasztalt íjász van, és hát őnekik már azért az élvezeti faktort kicsit följebb kell emeljük, hogy ők is tudják élvezni. Vannak amatőrök is, vannak olyan úgymond ajándékcélok, de hát egy íjász versenyen, amit ajándékcélnak vélünk, néha az szokott lenni a legnehezebb. A Szekszárd melletti Sötétvölgy rendszeresen ad otthont rangos íjász versenyeknek. Több nemzetközi és magyar versenyt is bonyolítottak már a különböző egyesületek, hiszen kettő működik Szekszárdon, ugye szekszárdiak a tavalyi EB-n nagyon jól szerepeltek. Jövőre itt Sötétvölgyben rendezik meg a háromdimenziós világbajnokságot, amire közel 1000 versenyzőt várnak. Ugye az ideérkező közel 1000 fővel óriási hírverés jelentett a városnak, város marketing szempontból egy nagyon fontos lépés. És azért is fontosak ezek a versenyek, mert akik eljönnek ide Szekszárdra, akár csak egy ilyen verseny keretében, és egy napot vagy egy-két napot itt tudnak tölteni, ők megismerik a várost, és talán reméljük, hogy aztán a későbbiekben turistaként, vagy éppen csak látogatóként, de visszalátogatnak, és azt gondolom, hogy abból a célból, amit mi kitűztünk magunk elé, hogy a turizmus egy nagyon fontos ágazat a Szekszárd jövőjében és életében, azt erősítik. Apró lépés, de fontos lépés. A hosszú távú csapatversenyt idén a Balatonfűzfői együttes, míg a rövid távút a Mosonmagyaróvári rendőrségi íjászai nyerték.